Magyarország nagyon sokat veszített azzal, hogy a Fidesznek minden jogát felfüggesztették az Európai Néppártban, mondta Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, az a TV Start című műsorában csütörtökön. Itt nem az a kérdés, hogy a Fidesz nyert vagy veszített, hanem az, hogy Magyarország veszített, és én azt állítom, hogy ezzel Magyarország nagyon sokat veszített. A felfüggesztés miatt ugyanis a Fidesz nem képviselheti a magyar érdekeket az Európai Parlamentben az uniós költségvetés elfogadása vagy az európai tisztségviselők megválasztása során. Megszűnt a Fidesz érdekérvényesítő képessége, hangsúlyozta. A döntés, bárki kezdeményezte, teljesen egyértelmű, a Fidesz nem vehet részt az Európai Parlament legnagyobb frakciójának döntéshozatalában. És ha a Fidesz kormánypártként kikerül Európa fősodrából, akkor Magyarország sem tudja befolyásolni Európa jövőjét. Tóth szerint nincs esély arra, hogy a Fidesz a bölcsek tanácsa, vizsgálata után változtatna politikáján. A nemzeti együttműködés rendszerének alapja az ellopott közpénzből fenntartott korrupciós hálózata. Ezen, ha változtatna, akkor nyilván a saját hatalmát kockáztatná. Erre biztos, hogy nem lesz hajlandó. Sok mindenre mondták már az Európai Unión belül, hogy nem történik meg, mégis megtörtént. Ilyen a Sargentini jelentés elfogadása vagy a Fidesz felfüggesztése is. Egy mostani javaslat szerint jogállamisági kritériumokhoz köthetik az Európai Uniós támogatásokat. Mi lesz, ha a magyar jogállamiság vizsgálata után azt mondják, nincs Magyarországon jogállam, és nem kapunk Európai Uniós támogatásokat? Hogyan tudunk akkor részt venni a szociális Európa felépítésében, hogyan érjük el az európai minimálbért, az európai minimum nyugdíjat? Tette fel a kérdést. Lehet azt mondani, hogy ennek nincs realitása. De mégis azt látjuk, hogy ezen az úton halad a Fidesz. Ráadásul, sok olyan utalás van a Fidesz kommunikációjában, ami arról szól, hogy ha nem jön majd az forrás az Európai Unióból, akkor miért lenne Orbán Viktornak érdeke, hogy Magyarország benn maradjon, a Unióban. Folytatta. Az MSZP kampányában és tegnap útjára indított aláírásgyűjtő akciójával egyaránt azt nyilvánítja ki, Magyarország az Európai Unió tagja kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen eszköze az európai érdekérvényesítésre is ma itthon és az Unióban is azért kell küzdeni, hogy Magyarországon helyreálljon a jogállamiság. Az európai uniós pénzeket ne lopják el, hanem arra használják, hogy a magyar családok és a magyar vállalkozások tudjanak fejlődni, mondta. A szociális Európával, a haza. Szeretet. Európa programunkkal fogunk kampányolni, ami az emberekről szól, az emberekről szóló európai politikáról.
az európai minimálbérről, a minimumnyugdíjról, a szociális bérlakásépítési programról, a klímavédelemről, környezetvédelemről, ami az emberek mindennapjait éríti. Hogy milyen Európát szeretnénk. Megerősítette, hogy szombaton döntés várható az MSZP és a Párbeszéd Választási Szövetségének közös listájáról, és újra hangsúlyozta, lista vezetőként nem veszi át a mandátumát. Legalább 3 befutó helyet jósolt a szövetségnek, de azt mondta, bízom benne, hogy ennél több lesz. Ezért fogunk kampányolni. Egy KDNP-re vonatkozó kérdésre a legnagyobb kamupártnak, nevezte a Fidesz koalíciós partnerét, hiszen az még semmilyen választáson nem mérettette meg magát egyedül.